Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A harmadik helyen telel az NB1B-s Kozár Mislenyese női kézilabda csapata. Kovács Tamás együttese hétvégén gólzáporos mérkőzésen győzte le a Nagyatád gárdáját, ezzel bebiztosította helyét a dobogón. A csapat január 9-én a Mohácsi TE 1888 ellen játssza a következő Liga Kupa mérkőzését. A Kozár Mislenyesek kézilabdázói az őszi záróforduló előtt már tudták, hogy ha legyőzik a Nagyatád csapatát, akkor biztos harmadikak az NB1B-ben. A mérkőzés azonban nem úgy indult, ahogy a házigazdák tervezték, hiszen a Nagyatád ragadta magához a kezdeményezést, és a 13. percben 3 gól előnyük volt a Kozár Mislennyel szemben. Kovács Tamás vezetőedző ekkor kért időt, és ettől kezdve a mérkőzés képe is megváltozott. A kapuban Radocsai Beáta váltotta Víg Vivient, hosszúbogi helyére pedig Grénus Gréta érkezett, és 5-1-es területvédekezésre váltottak a házigazdák. Ez a félidőre 4 gólos előnyt jelentett. A második játékrészben aztán beindult a Kozár Mislennyi gólgyártás, és 15 gól különbséggel sikerült nyernie Kovács Tamás együttesének. Hát szépen keretbe foglaltuk, ugye egy Nagyatád elleni Liga Kupa meccsel kezdődtek a tétmeccsek, és egy Nagyatád elleni bajnokival zártuk. Én azt gondolom, hogy abszolút látszik a fejlődés a csapaton, nagyon sokat dolgoztunk, innen is gratulálok a csapatomnak, és nem csak a mai győzelemhez, hanem az tényleg az egész ősszel nyújtott teljesítményhez. Voltak ugyan kis hullámvölgyeink és mélypontjaink, de tényleg látszott, hogy nagyon erősek vagyunk, mert ezekből a mélypontokból is nagyon komolyan előre tudtunk jönni. De most jól fog jönni a pihenő. A harmadik helyen telelünk, hiszen a Vasas csak 1 góllal nyert Dorogon. Mi ugye most 15-tel, úgyhogy a jobb gólaránynak köszönhetően biztos, hogy előrébb végzünk, mint ők. Illetve azt tudom, hogy a Neka is győzött, úgyhogy valószínűleg összejön az a 20-18-18-18 pontos felállás. Hát egy nagyon izgalmas tavasz előtt állunk. Jövő héten még tartunk egy hét levezetést, edzéseket, egy kis játék, még egy kis fizikai munka, mert furcsa, de ilyenkor azzal kell befejezni, hogy egy kis karbantartás megtörténjen. Utána lesz gyakorlatilag 2 teljes hét, sőt 2,5 hét teljes hét pihenő, viszont hát január 2-án mi edzésbe állunk, hiszen január közepetáján már Liga Kupa mérkőzést kell játszanunk. Úgyhogy biztos, hogy jól fog jönni a lányoknak ez a pihenő, nekem is jól fog jönni a pihenő, a stábnak is szerintem, és ezúton is köszönöm a stábon minden tagjának, mert önélkülük ez a siker, ez a rész siker nem jött volna össze. Köszönöm fantasztikus szurkolóinknak, hogy kitartottak mellettünk, és hát boldog karácsonyt és boldog új évet mindenkinek. Kozsán Vivien is kapott játék lehetőséget ezen a találkozón, és 3 gólt lőtt is a Nagyatádnak. Nagyon jó érzés volt, nem számítottam arra, hogy ennyi lehetőséget kapunk, és hogy ilyen nagy arányú lesz a győzelem. Örülök, hogy tudtam élni a lehetőséggel, és nagyon köszönjük a szurkolóknak, hogy egész évben támogattak minket. A Rinyamenti KC csapata a 8. helyről várhatja a tavaszt. Először is szeretnék gratulálni a Kozár Mislennyi csapatának, mert úgy gondolom, hogy megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. A mi szezonunk azért az teljesen más mederben megy, mint az övüké, hiszen mi nem az első házba tartozunk, mi a kiesés ellen küzdünk. Szeretnénk elkerülni azt a zónát, ami az utolsó 3 kieső helyet érinti. Úgy gondolom, hogy egy gárda jeleni hazai vereséget kivéve, ahhoz a kis hiányérzet van bennem, azt a mérkőzést meg kellett volna nyernünk, akkor nyugodtabban készülhetnénk a tavasszal, de úgy gondolom, hogy azért ebből a fél évből kihoztuk azt, amit ki lehetett. Mondjuk azt, hogy fél éve dolgozunk együtt a lányokkal, teljesen más rendszerben kézilabdázunk, mint ezelőtt. Nekik is meg kellett tanulni, nekem is hozzá kellett szokni a női vonalhoz, hiszen eddig a férfiaknál dolgoztam. Úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk, nyilván nem egy ilyen csapat ellen kell nekünk brillírozni, de azért szerettem volna kicsit megcibáljuk a bajszukat. Mint ismert, a Liga Kupában a Mohács, a Nagyatád és a Neka került egy csoportba a Kozár Mislenyesével. Kovács Tamás tanítványai eddig mind a két meccsüket megnyerték. A Rinyamenti KC-t hazai pályán, a Nekát pedig idegenben tudták legyőzni. Január 9-én a Mohácsi TE 1888 csapata ellen játsszák a következő Liga Kupa mérkőzést a Kozár Mislennyiek.
1-0-ra nyerte az MB3-as PMFC az élvonalbeli Kisvárda elleni Magyar Kupa mérkőzésen, így Vas László együttese lehet ott a legjobb 16 között. A nyolcaddöntőben a szintén MB1-es Paksi FC lesz az ellenfél. A játéknapokat február 12-ére és 19-ére tették. Az első találkozót itthon a PMFC stadionban vívja a csapat, míg a visszavágót Pakson rendezik. Hatalmas fegyvertényt hajtott végre a PMFC MB3-as labdarúgó csapata, miután 1-0 arányban legyőzte az élvonalbeli bajnokságban szereplő Kisvárda együttesét a Magyar Kupában. Mint ismert, a szabolcsi csapata legutóbbi körben a HR-rend Kozár Mislent győzte le idegenben 2-1-re, a Vas László vezette pécsiek pedig hazai pályán a harmadosztályú Rákosmente KSK-t búcsúztatták 2-0-ra. A nyolcadik fordulóban a továbbjutás ismét egy mérkőzésen dőlt el. A pécsiek végig mezőnyfölényben futballoztak a Kisvárdával szemben, az első félidőben mégsem született gól. A 65. percben aztán Hegedűs Márk találta el a kapufát, a kipattanó labdát pedig Tihanyi Olivér juttatta az ellenfél hálójába. Ezzel a góllal a PMFC jutott tovább a legjobb 16 közé, ahol már oda-vissza vágót rendeznek majd. Tudom, csak fokozni tudom azokat a dolgokat, amiket múlt héten kijelentettem a csapatról, és azt mondom, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Mindent megtettek azért, hogy megörvendeztessék a szurkolóinkat. Igaz, hogy nem futballbarát volt az időpont, ettől függetlenül azért kijöttek és szurkoltak nekünk, sokan is szorítottak értünk, úgyhogy ennek a kritériumnak próbáltunk eleget tenni. Az első perccel úgy mentünk bele a mérkőzésbe, hogy szerettük volna mi irányítani a játékot, és nem az NB1-es csapatra bíztuk ezt, hogy valami alap és abból majd kibontakozunk, hanem szerettük volna a saját játékunkat játszani, és úgy gondolom sikerült is az első fél időben. Abszolút jól és szervezetten mentünk bele a mérkőzésbe. Ott egy kicsit élesebbek vagyunk, úgy gondolom kicsit koncentrációban, egy kicsit higgadtabbak, vagy akár kicsit vagányabbak vagyunk, akár az első fél időben is megszerezhetünk volna a hűen állított gólt. Egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt, mély volt a talaj, ez adta azt, hogy a két csapat annyira nem tudott szép futballt játszani, de ma nem is ez dominált. Úgy érzem, hogy mindent megtettünk azért, hogy a szerencse is mellénk álljon. Ugye egy kipattanóból szereztünk gólt, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra. A szurkolók 12. játékosként buzdítottak minket. Nagyon szépen köszönjük nekik is. Hát nagyon nem lehetett megelégedve, mert a hazai csapat megnyerte a mérkőzést és tovább jutott, de összességében csak azt tudom mondani, hogy a hazai csapat nagyon motiváltan, időnként nagyon jól futballozott és szervezetten. Összességében a mérkőzés összképe alapján teljesen megérdemelten nyerte a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy mi 3-4 játékos pihentettünk, ez most nem fért bele, viszont nekünk szombaton Újpest van, utána Videóton. Én azt mondom, hogy a kupa menetelésünk eddig tartott, készülünk a bajnoki mérkőzésekre. Egy hajtós küzdelmes mérkőzés volt, gratulálok a Pécsnek, jól játszott, megszerezte azt az egy gólt, ami eldöntötte a mérkőzést. Gondoltuk, hogy ilyen lesz, hiszen azért elég mély volt a talaj, birkózós meccs volt, úgyhogy gratulálok a Pécsnek a továbbításhoz. Küzdelmes volt mindegyik, azért tudtuk, hogy ha alacsonyabb osztályú csapat ellen játszik egy magasabban jegyzett csapat, akkor azért plusz motivációval lépnek föl, mindent megtesznek a győzelemért, ami helyén is van és rendjén is van. Tudtuk ezt, hogy most is így lesz, igen, a pályatalaja is azért inkább az előreívelt, a brusztosabb mérkőzést hozta maga elé, úgyhogy még egyszer mondom, hát gratulálok a Pécsnek, a mai nap ők egyet több gólt rúgtak, mint mi, sajnos mi nem tudtunk gólt rúgni, úgyhogy ez nem ért a továbbjutást. A Vas László vezette harmadosztályú csapat következő ellenfele az MB1-es Paksi FC lesz, mely jelenleg az OTP Bankliga 10. helyén áll. Február 12-ére és 19-ére tűzték ki a két játéknapot. Az első találkozót a PMFC stadionban vívják majd a csapatok, míg a nyolcaddöntő visszavágóját Pakson rendezik. A PMSC Öregfiúk Egyesület rendezte meg hétvégén a Ginger Hungária Öregfiúk teremtornát, ahol ismét a legendák léptek pályára, de ezúttal teremben. A mérkőzések szünetében a pécsi öregfiúk gála meccset játszottak a város polgármesteri hivatalának csapatával, majd Kőmíves Amira, Tavali Martin Rihárd, Lévai Dávid és Neidhart Dávid kapta meg a Jó Tanuló, Jó Sportoló díjat.
6 csapat vett részt az első Ginger Hungária öregfiúk teremlabdarúgó tornán. A nyitó mérkőzést a szervező PMSC nyerte a Videoton ellen, majd a Kecskemét legyőzte a pécsieket. A csoport másik meccsén az utolsó másodpercben dőlt el, hogy a Videoton lesz ott a döntőben, a legkevesebb gólt szerezve pedig csak az 5. helyért játszhatott a PMSC. A másik csoport meccsein az Újpest és a Honvéd x-elt egymással, míg az Eszék nem talált legyőzőre. Ebből szeretnénk mi egy hagyományt csinálni. De szeretném, hogy a jövőre is egy torna keretében öregfiúk csapatok érkeznének Pécs Alaoberdező sportcsarnokba. Most ugye az Újpest, a Honvéd, a Kecskemét, az Eszék és a PMFC, illetve a Videoton csapatai vállalták ezt be, úgyhogy lassan a torna feléhez érünk, tök jó hangulat van, mindenki szeretne nyerni, van egy kis parás hangulat is természetesen. Úgyhogy nagyon kis kezdeményezés ez. Az én tapasztalatom az, hogy egy kicsit olyan lanyhán kezdődtek, aztán szépen belementünk úgy a melóba, úgyhogy van egy-két parázs ütközött. Persze mindenki nyerni akar, mindenki nyerni szeretné, hiszen ez a vér nem válik vízzé. Úgyhogy lassan vége van a csoportkörnek, és jönnek a helyosztók. A kecskemétiek a csoportkör után a bronzmeccset játszhatták az Újpest ellen. Mi már ugye kapcsolatban vagyunk a Péccsel, ugye rajtam keresztül, ugye játszok a pécsi öregfiúkba is, a kecskemét öregfiúkba is, a Videotonba is, a Frodiba is, és ugye már a Karcsék, a Megyeri Karcsékkal, meg a Mészáros Feriékkel már régóta kapcsolatban vagyunk. Ugye ők is voltak már nálunk edzőmérkőzésen, vagy hírverő mérkőzésen, tavaly eljöttek ugye a Lázár Bence emléktornára, amire most is szeretettel várjuk őket. Tehát most azért ez már egy másfél-két éves kapcsolat. Nagyon jó játékosok jöttek azért itt össze, azért itt van egy pár száz válogatottság, vagy több száz válogatottság. Én azt mondom, hogy nagyon színvonalas a torna. Kicsit az hiányom, hogy ma munkanap van, és így akkor kevesebb ember tudott kijönni. Hát ha ez véletlenül olyan időpontban lehetett volna rendezni, tudom, itt a terem és a más elfoglaltságok azért kötöttek, akkor biztos, hogy nagyon sok néző látogatott volna ki. Az idén alakult PMSC Öregfiúk Egyesületbe a belépés feltétele minimum egy NB1-es vagy NB2-es mérkőzés, a Pécsi Dózsa a PMSC vagy a PMFC színeiben. Az Egyesület gála mérkőzéseket és jótékonysági akciókat szervez, de a megye edzőivel egyeztetve fél évente díjazzák az utánpótláskorú játékosokat is. Márciusban alakultunk, volt egy alakulógyűlés, lett egy kis elnökség, bejegyeztek bennünket, mint egyesület, és ugye a célunk az, hogy a tradíciókat, ezeket az értéket, ami mindig is volt Pécsen, azokat megőrizzük, segítsük a klubot, a prosperálásban, stb. A teremtorna szünetében a pécsi öregfiúk egy szórakoztató gálameccset is játszott a város polgármesteri hivatalának csapatával, majd 4 fiatal, Kőmíves Amira, Tavali Martin Rihárd, Lévai Dávid és Neithar Dávid kapott remek tanulmányi és sportteljesítményéért díjat. Hát ugye, hogy az ősz folyamán már többször díjaztuk a PMF szépjú sportolóit, ma is díjazni fogjuk, például most van egy büntetőrúgó verseny, itt ők ha nyernek, akkor kapnak kis vásárlásutalvány, és ugyanúgy díjazzuk 4 olyan sportoló díjazunk, aki esetleg egy picit hátrányos, vagy szociálisan hátrányos, de tehetséges, jó sportoló, és ők is kapnak ugyanígy ilyen vásárlásutalványt a Fürgényuszitól. Kőmíves Amira az MLS sportolda játékosa, és Vajszlóról jár edzésre. Ahol lakom, az Vajszlóról járok be Pécsre edzésekre, hetente 2-szer, úgyhogy egész jó. Mi a célod a focival? Hát minél messzebb vinni. 6 éve focizom, és igazából elég közel állt hozzám, aztán gondoltam, belevágok is. Hát. Bajnokságokban eddig hogy szerepeltek? Hát most az egyik bajnokságon harmadikak lettünk, és hát szerintem ez elég jó teljesítmény. Neithar Dávid bolyban kezdte a futballt, de a PMFC hamar felfigyelt tehetségére. Jók vagyunk, eddig másodikak vagyunk, a vidé előttünk ugyanannyi pontunk van, csak nekik gólkülönbségben jobbak. Én 4 éves korom óta focizok, minél messzebb akarok jutni. Családodban volt futballista? Ki a példaképed? Apa focizott. És jó példa? Igen. Lévai Dávid pécsi tehetséges labdarúgó, aki szintén a PMFC játékosa. Jók vagyunk, negyedikek vagyunk, igazából Puskás, Veszprém, meg a Vidi van előttünk. 6 éve focizok, Kovácsrepen edzek, és Pécsre járok be. Mi a célod neked a focival? Mit szeretnél elérni? NB1, és utána minden nagyobb szint. Neked a családodban van futballista, vagy miért pont ezt választottad? Hát igen, a papám focizott.
Az első Ginger Hungária öregfiúk teremlabdarúgó tornán a bronzérmet az Újpest szerezte meg, miután 6-5-re legyőzte a kecskemétieket. A döntőben a Videoton remekül kezdett, de az eszék büntetőkre mentette a találkozót, ott pedig nem hibáztak, így legyőzték a Fehérvárt. Jön a karácsony, segítsünk együtt! A pénteki Sopron elleni hazai kosármeccsen gyűjtést rendez a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata, hogy szebbé tegyék a Vasasi Általános Iskola alsó tagozatosainak karácsonyát. Várják a megunt plüssöket, kifestőt, színes ceruzát vagy éppen filcet. Jön a karácsony. Tegyük mosolygósá. Sok kisgyermek arcát a szeretet ünnepén. A PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata gyűjtést szervez. A Vasasi Általános Iskola alsósai javára. Segítsünk együtt. December 13-án a PVSK Veolia Soproni KC bajnoki mérkőzésen várjuk az adományokat. Ha teheted, hozd magaddal egy plüst, állatkát, kifestőt, színes ceruzát, vagy amit jónak látsz. Szurkolj a PVSK-nak és szerez örömet a Vasasi Iskola kisdiákjainak. Gyűjtés és további információt a weboldalunkon találsz. Boldog karácsony! Idén is megrendezte az atomerőmű eset judó szakosztálya a Mikulás kupát a sportág bázisának tartott Bezerédi Általános Iskola tornacsarnokában. A judó teljes spektrumát az alapoktól egészen a mesterfokig sikerült felvonultatni. A vendég hód judóese és a paksi fiatalok által alkotott vegyes csapatok küzdöttek egymással. Az eredményhirdetés előtt Dobai Krecht Dominik és Liptai László professzionális danvizsga bemutatót tartott. Természetesen a Mikulás is megtisztelte a rendezvényt jelenlétével, és minden résztvevőt megajándékozott. Ha már Mikulás kupa, a télapó is megtiszteltem a judó versenyt jelenlétével, és minden résztvevőt megajándékozott. Majd nagy elánnal vágtak bele a versenyzésbe a fiatalok a judó bázisának tartott Bezerédi iskola tornacsarnokában. Minden évben megrendezzük az év végén ezt a Mikulás kupát. Az egyesület színe java itt van minden korosztályból, a gyerekek itt számot adnak a tudásukról. Az érettebbek pedig megmérettetik magukat egy versenyben. Hódmezővásárhelyről érkeztek még vendégversenyzőink. Velük egy ilyen közös csapatba lesznek beosztva, és egy ilyen csapat bajnokságot lehet majd itt látni itt a szülők és a gyerekek számára. A legkisebbek kezdték a versenyt, az egészen kezdők, akik most kezdték. Innen haladtunk szépen fölfelé, és a legvége az a sportágnak a lényege lesz, a versenyzés. Ezt a gyerekek is láthatják majd itt a végén, hogy milyen szintre lehet eljutni. Közel 150-en jöttünk össze. A gyerekek Mikulás csomagot kapnak majd a Mikulástól, aki hamarosan megérkezik közénk. A versenyzők érem díjazásban fognak részesülni, illetve voltak, akik ővizsgáztak a mai napon, ők pedig ővizsgaoklevelet fognak kapni. 25-en ővizsgáztak, javarészt a kezdő fölötti csoportból az én tanítványaim ővizsgáztak, mindenkinek sikerült a vizsga, és nagyon büszke vagyok rájuk. Bezerédi Általános Iskola bázisa a judónak, nagyon sokan judóznak ebben az iskolában, itt valósult meg Pakson először az iskolás judó, és hagyományosan így ezért minden évben itt tartjuk. Nagyon fontosnak tartom, és jónak is, hogy olyan példaképek lehetnek a gyerekeknek, akiket testközelből tudnak velük találkozni, és látják őket. Braun Ákos, Kovács Antal, Bor Barna, Csoknyai László, és még sorolhatnám hány példaképe lehet a gyerekeknek. Ez úgy gondolom, hogy Magyarországon egyedülálló, ami itt van Pakson. És ezt a gyerekek is érzik ennek a súlyát, nagyon sokat jelent nekik. Ez az összejövetel zárja minden alkalommal az évet. A judós fiataloknak szép számmal vannak példaképei a szakosztálynál, bőven van kire felnézniük. Ők is itt vannak minden Mikulás kupán. Braun Ákos, Bor Barna, Csoknyai László, Kup Réka, Kovács Antal is, és szeretnék elérni nagy helyezéseket. Hát körülbelül 7 éve judozok. Hát apukám azt mondta, hogy vagy balett, vagy judó. És
Hát országos bajnokságon harmadik helyezést értem el. Hát meg még van, meg diákolimpián is harmadik lettem. A többieknek miért ajánlod ezt a sportágat? Mi jó benne? Hát például megtanulsz benne esni, nem fog fájni, hogyha például az utcán elesel, meg tudod védeni magad, meg a kitartásodban segít, és én szeretem is, és tök jól el lehet benne lenni. Sok utánpótlás foci teremtorna is zajlik az országban decembertől márciusig, de kevés az olyan, melyen az adott korosztály legjobb csapata képviselteti magát. A 9 éve elindított Szekszárdi Mikulás kupa ilyen, ahová még a Fradi is, a klublegenda Lisztes Krisztián irányításával momentán a legjobb 16 évesekből álló utánpótlás csapatával érkezett. A már régebb óta külföldön élő és ott dolgozó üzletember Pálfi Gábor a Szekszárdi UFC volt elnöke által létrehozott, általa is szponzorált Mikulás kupa már 9 éve zajlik a Szekszárdi klub szervezésében. Az elsőt még 2011-ben, a 2004-ben született kicsikkel rendezték, s a torna sajátossága, hogy ezen korosztály csapatai szerepelnek minden évben. És az is elvárás, hogy a meghívott patinás fővárosi, illetve vidéki, ezen belül dél-dunántúli klubok a legjobb csapatukkal vegyenek részt. Ugye olyan csapatokat próbáltak meghívni, akik toppon vannak, és felnézhetnek majd később a gyerekek, hogy hová jutottak el. Ugye minden csapat, ugye itt a Szekszárd környéki, ugye Paks, Pécs, minden, tehát ez 9 éve hagyományosan mindig itt vannak. Sztár vendég a Ferencváros, amely általában két csapattal érkezik az utóbbi években. Most az U16-os korosztályban is ez történt. Két neves volt játékos dirigálta a zöld-fehér csapatokat, az egyik, a koordinátor, a német Bundesligában is játékos pályafutása során hosszú éveken át maradandót alkotó Lisztes Krisztián volt. Az U16-os csapattal jöttünk, ugye ezt vettük kettő felé, egy zöld és egy fehér csapat. Szereplünk itt ezen a tornán, úgyhogy mondhatni ez a legjobb U16-os csapatunk, mindenki, aki egészséges volt, a kiemelt bajnokságban szerepel, azt elhoztuk és játszhatjuk. Lisztes azon utánpótlás edzők közé tartozik, aki nincs ellene a téli teremtornáknak, a technikai képzés fontos eszközének tekinti. De valóban azért a technikai tudást azt nem árt néha csiszolni, és hogyha ez foci és jó keretek között van, akkor én nem vagyok ellene. Tény, hogy azért itt ebben a korosztályban már vannak azért felnőtt, fizikummal megáldott srácok, akiknek azért valóban benne van a sérülésveszély, de talán mondhatni a műfű, meg a rendes nagypályán is előfordulhatnak sajnos sérülések. Próbáljuk természetesen minimalizálni ezeket a dolgokat, de ettől függetlenül szívesen jöttünk ide. Jöttek, nem csak láttak a zöldek, hanem az erősebb csapatuk, a Fradi hírnevét öregítve, csak úgy, mint tavaly, győzött a Szekszárdi Mikulás kupán. Mind az 5 meccsét megnyerte, az ifjabb Lisztes Krisztiánt is a soraiban tudó Fradi, a fináléban az erős Kecskemétet verték a fővárosiak 3-2-re. A Fradi edzők egyébként az ellenfelek játékosait is árgus szemekkel figyelték, nem nehéz kitalálni miért. Nagyon jó alkalom egyébként, akár itt van a Pécs, a Kaposvárt, a Szekszárdiak, hogy az ügyes srácokat még ebben a korosztályban is esetleg megszólítsuk, és felfigyeljünk rá itt a Kecskemét is. Egyébként vannak nagyon-nagyon ügyes játékosok a különböző csapatokban, akik már most fölhívták magukra a figyelmet, úgyhogy vannak tehetségek, hál' Istennek, csak valóban jól kell őket nevelni, és ilyenkor ez a mi egyik feladatunk is természetesen. Dél-Dunántúl meghatározó csapatai, a Pécsi MFC, a Kaposvár, a Paks, a Szekszárd állandó résztvevője a tornának. Mivel sokakat már 8-10 éves korukban ezen a tornán, a Mikulás kupán láthattak a szakemberek és a nézők is persze, így lemérhető volt a jobb memóriával rendelkezőknek, kik azok, akik 15-16 éves korukra a legtöbbet fejlődtek. Van, aki mind a 9 tornán már itt volt a Ferencvárosból, tehát igen, már 187 centi. Amikor elkezdtük 2010-ben, akkor még 120 centik voltak.
A neves csapatokkal szemben több mint derekassal helytáltak az egyetlen kis csapatnak számító szekszárdi UFC-sek. Két győzelemmel és két vereséggel eljutottak ugyanis a Vrozvecsig, amelyen az NB1-es kaposvári Rákóczihoz köthető Bene Ferenc Akadémiát 4-3-ra legyőzték, és ezzel az UFC utánpótlás igazgatója Koch László által irányított U16-os csapat megszerezte a Mikulás kupán a harmadik helyet. Folyamatosan rajzolódnak ki az erőviszonyok a férfi kosárlabda NB1B zöld csoportjában. Az ősztől a tavalyi kiesés után itt játszó Bonyhád KS-ének bentmaradási gondjai nem lehetnek, ám mindenben még egy kicsit fejlődni kell ahhoz, hogy több győzelmet elérve stabil középcsapattá válhasson a tovább fiatalodó völgységi kosaras alakulat. Az az ötödik győzelem a férfi kosárlabda NB1B második vonalában, a zöld csoportban, ahol a Bonyhád szerepel az idei évtől, nem született meg az utolsó hazai mérkőzésen a Pécsi Kosárlabda Akadémia növendékei ellen. Ennek eleve több objektív oka is volt. A Bonyhád eredményességét meghatározó két fontos játékos, Papp Péter és Pup Bence ezúttal nem állt Morgan Figyes edző rendelkezésére. Márpedig ez a mai Bonyhádban megoldhatatlan probléma, különösen a zöld csoportot vezető, kiemelkedő hazai tehetségeket felvonultató Pécsi Kosárlabda Akadémia ellen. A 20 pontos vereség a látottak függvényében bizony tisztes helytállás volt a sárgáktól, akik a harmadik negyedben jelenlegi állapotukban maximális erőkifejtéssel 10-11 pontra beközelítettek többször is, így az ellenfélnek szüksége volt újabb mérnöki precizitású triplákra ahhoz, hogy ne legyen izgulni valójuk a végén az utolsó negyedben. Az elmúlt heteknek a problémája ugye az volt, hogy 6 emberrel játszottuk 6-os rotációval ebbe a bajnokságba, igazából nem tudunk a végjátékokba beleszólni. A forgatókönyv végig úgy alakult, hogy az elmúlt 3-4 mérkőzésen 3 negyeden keresztül kontrolláltuk a mérkőzést, szinte végig mi vezettünk. Sajnos a végére ezt tudja az ellenfél is, hogy olyan rotációval mentünk bele a mérkőzésbe, hogy az egyetlen ellenszer az volt, hogy letámadtak. A letámadás ellen pedig 5 alkalomból egyszer vagy kétszer az ember elveszíti a labdát, főleg azok a játékosok, akik addig 30-35 percet már játszottak, és rendre így kaptunk ki, úgyhogy igazából magunkat okolhatjuk egyfelől, másfelől, hogy sajnos a játékos állományunk, a keretünk nem olyan erős, és ebből adódóan nyilván a rotációnk nem olyan hosszú a padunk, hogy tudjunk partiban lenni a csapatokkal, pedig nagy különbség a bajnokságban nincs, azt gondolom, se a harmadik helyzet, se a tizedik helyzet között. Ezért csak 13. a Bonyhád KS-e, ezért fogy el a meccsek többségén a második félidőre. Az elvesztett meccsek tanulsága mindenképpen az, hogy kiküszöbölhetőek, javíthatóak a hibák, nem az alapképességekkel vannak gondok. Az U20-as paksi export, nevezzük így, kimozdíthatja alsóházi pozíciójából a Bonyhádat. Pup Bence, illetve a Dorogi Gergő személyében két U20 kerettagot tudunk a sorainkba. Játékerőben én azt gondolom, hogy ők ezt képviselik. A többiek is igyekeznek, nyilván ugye még itt a zöld csoportban is előfordul, hogy többen szinte profiként tudnak részt venni ebben a bajnokságban. Mi nem így vagyunk, sok nehézséggel küzdünk, de igyekszünk a problémákat orvosolni, és bízom benne, hogy egy picit szerencsésebben alakul a tavaszi szezon számunkra. Örvendetes módon egy újabb fiatal bizonyított a Pécs ellen, így most már a Pup Dorogi Paksi duó, az irányító jókezű, most 3 triplával is kereskedő Csobán Dáviddal trióvá nőhet. Cél az ez volt, hogy ide Bonyhádra jöjjek Morgan Figyes által. Ezt úgy érzem, hogy elértem, de próbálok minél jobb lenni mindig. A betörés, védekezés, inkább a védekezés a legfontosabb. Próbálom azt mindig csiszolni. Csobán Dávid, mint szintén paksi nevelés, szívesen lenne hosszabb távon is a Bonyhád játékosa. Kipróbálná magát, mint azt elmondta, az NB1B felsőházában, a piros csoportban is. Én Pakson Morgan Frigyes alatt voltam végig, nem is tudom, talán 7-8 évig. Utána átjöttem Bonyhádra, itt Rutkai Petivel voltam az U20-ba, és akkor felkerültem a felnőttbe, és megszerették a játékomat, én is szerettem itt lenni, vagy szeretek, és
3 éve már itt vagyok. További erősítésre nincs forrás a klubnak, de ez a keret alkalmasnak tűnik arra, hogy előrelépjen a csapat tavasszal. Ez volt erre a hétre a pálya, friss hírekkel jövő kedden várjuk Önöket, viszontlátásra!